Kezdjük is a mokkát. Magyarország csoport elsőként jutott a legjobb 16 közé a foci EB-n, a 8-at döntőben Belgium ellen kell pályára lépnünk. A következő percekben Puls Sándor korábbi nemzetközi labdarúgó játékvezetővel latolgatjuk a további esélyeinket. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Hát ha valaki látott testközelből remek labdarúgókat, négyszer választottak téged az év játékvezetőjének, tehát a világ legjobb játékvezetőjének, mit szólsz ehhez a fantasztikus eredményhez, amit a magyar labdarúgó válogatott elért idáig? Ha van amerikai álom, akkor ez magyar álom. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a mostani generáció, aki csak történelemkönyvekből vagy újságokból értesült arról, hogy a magyar labdarúgó válogatott, vagy a magyar labdarúgás milyen szinten volt valamikor, most testközelből megérezheti, és hát azt gondolom, hogy nem tudom, volna-e valami olyan esemény, amivel spontán ennyi embert ki lehet vinni az utcára, és úgymond függetlenül attól, hogy ki hová tartozik, milyen hajszíne van, mit gondol, milyen vallású, milyen politikai beállítottságú. Ettől függetlenül az utcán ünnepelnek az emberek, és azt gondolom, hogy ennek egy borzasztó nagy üzenete van. Téged is megérint? Téged is ennyire megérint? Hát látod. Hát látod, hát én otthon úgy néztem a meccseket, hogy mind a két oldalt kikenve, és még a hömlökre egyet, és akkor így. Hát, és nem szeretem mással nézni, mert akkor nem elvonja a figyelmemet. Én is átadom magam persze ilyenkor a szurkolás örömének, hát belül magyar vagyok, hát attól, hogy játékvezető vagyok, attól még vagy voltam. De óriási dolog, tehát én azt hiszem, hogy végre van egy olyan esemény, ahol elmondhatjuk, hogy joggal vagyunk, ahol vagyunk, és nagyon jól szerepeltünk, és ahogy kikerültünk már, az nagyon jó volt. Tehát a két norvég oda-vissza meccs csatban nagyon nagy volt. Talán az kellett, és igen, hogy úgy még nagyobb lökést adjon a válogatott. A közvéleménynek is, meg a csapatnak is, mert akkor azt mondták volna, jó, persze, belöktek, meg befutballoztak bennünket a kazakok, meg a lettek, meg a törökök, mindenkire ráfogták volna, így meg saját jogon kerültünk oda egy sokkal jobb csapattól, sokkal jobb csapatot megverve, és biztos emlékszem még erre, oly, hát igen. Most lehet, oly, hát itt az oly. Tudod egyszerű szurkolóként nézni a mérkőzéseket, vagy egyszerűen úgyis benne van a vénádban a játékvezetés? Muszáj megkérdeznem, mert leveszik a fejemet, az Izland elleni 11-est, azt te hogyan láttad? Amikor első körben láttad, akkor te befújtad volna azt a tizit? Az a baj, hogy mindenki véleményt mond erről, ami nagyon jó. Másrészt szakmai szemmel kell nézni, és nem szabad sohasem egy játékot, nem úgy gondolkodik, hogy most magyar vagyok, és akkor három büntetőt adjanak a javunkra, állítsanak ki az ellenfélből négy játékost, és soha nem megy. Én szerintem nem volt büntető. Azért nem volt büntető, mert ugyan hibázott Guzmics, hibázott Király, viszont amikor kiejtette Gabi a labdát, és utána ütközött Kádára szembejövő játékossal, akkor Kádának már nem volt a lába, és a kontaktot a támadó kereste. Tehát ez kamu. Én először azt hittem, hogy Királynak a mozdulatát, a Gabi mozdulatát fújta le a játékot, de nem igaz. Sőt, még a végén, a 93. percben akart adni egy büntetőt. Még jól lebeszélték róla, állítólag egyik kollégája mondta neki a fülesen, hogy ki volt. Ráadásul azt is megnéztem, az pedig először a támadó szabálytalankot visszaúszta, szóval lag volt, ha jól emlékszem, és utána húzott a lang. Tehát ott meg kifelé kellett volna ítélni. De hogy még egy meglepetés mondjak gyorsan, a portugálok elleni meccsen mindenki ájúldozik itt, hogy Ronaldo milyen szép sarkas gólt rúgott, nagyon jó. Azóta megtanulta a magyar csárdást, láttuk, hogy dühébe. Igen, majd fogunk is látni belőle a képeket. De egyébként de most szólok is a kollégáknak, kérem őket, hogy mutassuk már meg azt a csárdás Ronaldótól, igen? Igen, viszont a Ronaldo gólja les volt. Tehát az, amit sarkazott, az les volt. Kettő vagy három kamerálásból közvetítették, és az a felvétel, ami perdöntés bizonyíték, az a neten már fönn van, lehet látni. A Korhut kimon a 16-os oldalvonalánál beívelik a labdát, és belül lang le van maradva, és egy fél méter előtt van Ronaldo. Úgyhogy az les. Az átadás pillanatában les volt. Jó, alapvetően elégedett. Vagyunk az eredményekkel. Azt abszolút. Gondolom, igen. Tehát bebizonyította az élet, hogy egy higgadt munkában nagyon sokat dolgozó és hívő szövetségkapitánnyal egységes csapatként szerepelünk. Én azt gondolom, én nem is nagyon emelnék ki senkit, hanem csapat. Ez végre megmutatta a magyar válogatott, hogy lehet úgy együtt dolgozni, csapatként dolgozni, hogy az egyik a másikért lecsúszik, örül a másik sikerének, nincs egyénieskedés, mindenki kiveszi a részét abban, amiből kell, és meg kell találni mindenkit. Nagyon jól játszott mindenkit, nézd meg, a kapitány mindenkit tűzbe tart, mindenki pályára lépett, ugye kivétel ott a kapus, érthető. Hát meg azt, hogy gyakorlatilag még rotálni is tudott a magyar labdarúgó válogatott szövetségkapitány. Ki gondolt ilyenre? Hát elképesztő, hogy az utolsó forduló, ugye a harmadik forduló előtt nekünk már mindegy volt az eredmény. Hát mit latolgattunk mindig, hogy
hogy hát, ha majd a portugáloknak nem lesz mindegy, hát eljött fordítva lett, ki gondolta volna? Abba gondolj vele, hogy 65-68. Percén Portugália visszavesz, és azt mondja, inkább nem nagyon megyek előre, mert kapunk még egyet, akkor lehet, hogy baj lesz. Igen. Azért, ha elekapu fájolt bement, csak úgy halkan sugdosok dolgokat, ott gyönyörű támadás volt. Rengeteg olyan momentuma volt a mérkőzésnek, ami szívmelengető, ami tényleg azt mondom, hogy jó volt magyarnak lenni, vagy egy osztrákokat úgy megverni, hogy előtte, ó, majd mi biztos nyerünk a magyarok ellen is. Ugye ne felejtsd el, hány meccset nyertek 1-0-ra, mindenki el volt ájulva, hogy milyen jó csapat. Hát megmutattuk, hogy milyen jó csapat. Én azt gondolom, hogy az osztrákok elleni meccs volt az, ahol lefutballoztuk őket. Igen. Minden elemében. Volt olyan 10 perc, amikor látványosan játszottunk, amikor minden elemében jobbak voltunk. És végre azt lehet elmondani, hogy nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy nem olyan bepattan, meg segítettek. Futballozunk. Így van. Futballoztunk, megmutattuk, hogy milyen a magyar virtus, nálunk volt a labda, járattuk a labdát, tehát jó volt a tévé előtt. Ugye a felvételekből lát, hogy a Ronaldo is megtanulta most már, hogy milyen megőrült. A magyar virtus. Beszéljünk egy picit a belgák elleni meccsről. Mit vársz? Őszintén szólva, számomra a EB előtt, amikor megvolt a sorsolás, az happy volt, hogy kijutottunk. Akkor azt mondtam, ha szerzünk egy pontot Izland ellen, valakivel játszunk egy X-et, akkor azt mondom, hogy happy. Így evés közben megjött az étvágy, és látva a válogatottat, én azért nem mondanám, hogy feltartott kézzel kell nekünk ez elé a meccs elé menni. Van bennem egy kis elégtétel, vétel és szándék a 82-es mérkőzés miatt. Én azt gondolom, a fiúk a lelküket kiteszik, és mindent ugyanúgy futballoznak, ahogy eddig, akkor elégedettek lehetünk velük. Az eredmény meg lesz, ami lesz. Lehet, hogy benne van még az is, hogy. Én nem folytatom. A Jenner írta ki, ugye a Fradinak a volt holland játékos a Facebook oldalára felháborodottan, hogy felháborodva, hogy a belgák is lenézik a magyarokat, és azt kívánta a belgáknak, hogy igenis nézzenek le csak bennünket, ahogyan az osztrákok lenéztek, ahogyan az izlandiak lenéztek. Az nagyon és jó. És nagyon ez jó. Nekünk jó? És azt kívánta, hogy, örüljenek csak annak, hogy a magyarokkal játszanak, és aztán hátra csomagolhatnak. Nyilván azért a holland ember szájában azért nyilván a belgákkal szemben volt ez egy fricska, de azért jó érzés, hogy egy holland labdarúgó kiáll a magyar labdarúgó válogatott. Úgy van, vagy azt mondom, hogy a Angliában, mit tudom, egy Rio Ferdinand arról beszél, a Murphy arról beszél, hogy Gera Zoli milyen gólt rúgott, hát azért ne felejtsük el. Tehát lehet mondani, hogy a Zoli lejött, Pulf elkapta, épp előtte néztem a neten egy pár nap, hogy West Brom kirakta a meccseit, amiket kint Angliában rúgdosott gólokat volt egy összefoglaló belőle. Hát ott is volt egy-kettő, mondjuk Zoli a Liverpoolira emlékezett vissza nagyon jól, ami szöglet után bejött, merre vette és felrúgta fölülre, de itt is volt benne a mozdulat sorban, merre vette, leküldte, olyan jó volt nézni, hogy az embernek egy picit így a szőr így felállt a kezén. Sanyi, jó szurkolás neked vasárnapra, és nagyon szépen köszönjük. Hajrá, magyarok! Hajrá, magyarok!